Tavaly évvégén egy óriási lehetőséget kapott a településünk. Nagyon büszke vagyok erre a két projektre, erre a két fejlesztésre. Így összegezte a konkrét fejlesztési terveket Gerjen polgármestere. A településen az elkövetkezendő években nagy volumenű infrastruktúrabeli fejlesztéseket hajtanak végre a paksi atomerőmű bővítése miatt. Új 53 telekből álló lakóparkot fognak közművesíteni, fejlesztik az úthálózatot és a vízközműveket is. Azt gondolom, hogy amit most be tudtunk jelenteni sajtótájékoztatón, ez a lakóparki fejlesztés, illetve a családi házas övezeti elképzelés, ez önmagában is egy ilyen kis település életében egy óriási lehetőség és óriási ugrás. A későbbiekben ugye nyilván megpróbálunk, ahogy a tervezési fázisból átlépünk a megvalósítási fázisba, abban az időszakban kell nagyon odafigyelnünk, hogy gyakorlatilag ezeket tényleg pozitívan tudjuk a település számára felhasználni, ezeket a fejlesztéseket. Kovács Pál a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár arról beszélt, hogy az atomerőmű bővítése az egész régió fejlődésére nagy hatással lesz. Úgy gondoljuk, hogy a beruházás kapcsán létesülő Kalocsa-Paks közötti híd és az emellett az erre ráépülő autópálya szintén olyan unikális lehetőségeket fog hozni a környező településeknek, Gerjennek, Dunaszentgyörgynek, Fogtőnek a túloldalon, illetve Kalocsának, amelyeket célszerű lesz a településeknek kihasználniuk. Nem csak Gerjenben, hanem Dunaszentgyörgyön is várhatóak beruházások. Így például összekötik a két település szennyvízhálózatát a paksi hálózattal, valamint az ivóvízhálózatot is fejlesztik. A település polgármestere azt mondja, ezekre a beruházásokra nagy szükségük van. Évek óta felmerülő szennyvíz hálózat probléma oldódna meg ezzel a projekttel, valamint a 49 telek közművesítése nagyon nagy segítség lenne az önkormányzatnak. A beruházásokat jövő év júniusig kell befejezni. A vízellátás fejlesztésre 342 millió 900 ezer forintot, míg az úthálózat és a lakópark fejlesztésére 254 millió forintot nyertek egy pályázatnak köszönhetően.